Ebben a mai videón a B1 vitamin pótlásával kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat nézzük meg. Szeretettel köszöntök mindenkit, itt Újhelyi Szabolcs Zoárd. A B1 vitaminnak vannak vízben és zsírban oldódó változata is. A hagyományos B1 az vízben oldódó, míg a zsírban oldódó leggyakoribb változatai a benfotiamin és a furfurtiamin. A B1 vitamin egy fontos kofaktor, fontos közreműködő három olyan enzim működésén is, amelyek a szénhidrát anyagcserében vesznek részt, ezért aki nagyon sok szénhidrátot fogyaszt, nála gyorsan kiürülhetnek a B1 vitamin készletek, de a zsíranyagcseréhez is szükségünk van a B1-re, tehát akkor is érdemes odafigyelni a pótlására, ha sok zsírt viszünk be, például a ketogén diéta alatt. Csökkent glükóztolerancia esetén, ez lényegében ugye a prediabetes állapota, nagy valószínűséggel alacsony a B1 vitamin szintünk. A B1 vitamin hiány fő tünetei a stresszes idegesség, illetve a zsibbadás és bizsergés érzet a végtagoknál, mivel más B-vitaminokkal együtt részt vesz az idegeket borító mielin hüvelynek a termelődésében. A másik gyakori tünete a nyughatatlan láb, például amikor lefekszel és olyan, mintha folyamatosan ráznod kellene a lábadat, ez legtöbbször a túl sok tejsav jelenléte miatt van, amelynek a szintjét a B-et csökkenti, csak mivel ugye nincs belőle elegendő, megnő a tejsav szint. Szorongás és pánik esetén is biztosak lehetünk abban, hogy alacsonyabb B1 vitamin szintünk itt is, főként a felhalmozódó tejsav miatt. A B1-nek nagy szerepe van a szív és a tüdő működésében, a hiányának egyik tünete a nap során gyakran megnövekvő pulzusszám, illetve a másik a levegő hiány, amikor azt érzed, hogy belégzéssel, mély belégzéssel sem tudsz elegendő levegőhöz jutni. Csökkenti a B1 vitamin szintünket a stressz, az alkohol és a koffein is, a gyógyszerek közül pedig a fogamzásgátlók, a savcsökkentők és a vízhajtók. A B1 vitamint először is pótolhatjuk sörélesztővel, ajánlom a sörélesztő pejhet, önmagában is ehető, nagyon sok ételre rá lehet szórni, salátákra, főételekre, pont úgy, mint a sajtot. A sörélesztőnek több fajtája van, attól függően, hogy az élesztőgombákat mivel táplálták, így elő lehet állítani malátázott tárpával, melasszcukorrépával és nátcukorral is. A mindennapi ételeink közül sok B1 van a napraforgó magban, a makadámdióban, buszacsirában, barna rizsben, illetve a bab és lencse félékben. Jó B1 vitamin forrás a spirulinalga, a moringa és a goji gyümölcslé. Rövid távon pótolható tablettával, illetve a kapszulával is, amit alapvetően bármikor bevehetünk, akár étkezéstől függetlenül, mivel ugye a normál B1 az vízben oldódó. A B1 vitamin mellé fontos a többi B-vitamint is bevinni, a sörélesztőn túl jó természetes B-komplex forrás a méhpempő és a nyers virágból is. Ha elsősorban idegekkel kapcsolatos tüneteket tapasztalunk, például neuropátia, célszerű a zsírban oldódókat pótolni. A B1 a vékony bélben szívódik fel, illetve a C-vitamin az védőhatást fejt ki rá. A felszívódását mérsékli a kávé és a tea, a nyershal, a kagyló, illetve a szulfitok, amelyek főként a tartósítószerként vannak ugye jelen a modern ételekben, például nátrium-szulfit formában. A B1 vitamin részt vesz az energiánk termelődésében, tehát általában, ha alacsony a szintje, az fáradékonysággal, illetve az állóképességünk csökkenésével jár. A B1-nek szerepe van a sejtek oxidációval, illetve glikációval szembeni védekezésében is. A hiány a gyomor problémákat is okozhat, legfőképpen lassú emésztést, azaz lassan ürül ki az étel a gyomorból, továbbá alacsony gyomorsav szintet, ugye a kettő összefügg, illetve a nyelőcső refluxnál is közrejátszik. Tehát gyenge gyomorsav esetén a gyomorsavasítók mellett, mint almaecet, betainhidroklorid, savanyú káposzta, gondolhatunk a B1 pótlására is. Ahogy a gyermek növekszik, a B1 vitamin igénye is nő, felnőttek esetében pedig terhesség alatt a legnagyobb az igény rá a szervezetünkben. A B1-ből nem tárol el sokat a testünk, egy kisebb mennyiség tárolódik el a májban, így napi szinten célszerű pótolni. Ha szeretnéd, hogy más is megtudja ezeket az információkat a B1 vitaminról, nyomj egyet a videó alatti tetszik gombra, mert így a YouTube másoknak is fel fogja ajánlani ezt a videót megtekintésre. Jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!